Na sziasztok mindenki, elérkeztünk a következő anotalkos videóhoz. Szerintem 2023-ban nem is volt ilyen videónk. A www.g2a.com weboldalon rengeteg játékkal találkozhattok, a képernyőn is észre lehet venni, hogy nagyon sok mindenre kedvezmény van, nem csak játékokat, hanem például konzolt is lehet itt vásárolni, a linket megtaláljátok a leírásban. Annyi a lényege, hogy ismeretlenül lehet másokkal beszélgetni, hát mi megvicceljük egy kicsit az embereket, nők leszünk és férfiakra vadászunk, ugye, aki régebb óta követi ezt a sorozatot, tudhatja, hogy így szoktuk megviccelni az embereket, viszont fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy ez az oldal veszélyes is tud lenni, és lehet, hogy olyanokat fognak nektek írni, ami nem feltétlen jó, úgyhogy mindenki fenntartásokkal kezelje ezt az oldalt. Na, sziókat, te kis malacpörkölt! Jó, a régi becézések még mindig megvannak, úgyhogy bízunk benne, hogy értékelni fogják ezt a aranyos kis becézést. Hány éves vagyok? Na mennyi legyek? Legyek egy 34. Te? Bízunk benne, hogy válaszolni fog. Már írj, a partnered ír, nem ír be magyar. 28! Na nézzük, hogy milyen irányba. Jaj, Deva! Jaj, Deva vára! Milyen irányba fog elindulni ez a beszélgetés. Általában rá szoktak térni a lényegre, de megnézzük, hogy mit fog írni nekünk. Mesélj magadról, te kis cuncika! Kíváncsi vagyok, hogy mit fog írni rá. Úgyhogy sok vágás szokott lenni ebbe a videóba, ezekbe a videókba. Érdekes szokott lenni. Mit szeretnél tudni? Meg se hagyja, hogy mit becézzük. Nem értékeled a beceneveket, amiket neked adok? Hát mi az? Nem értékeli. Hihetetlen. Mit szerettél tudni? De itt becézem, meg minden, az nem is érdekli. Hát már föl vagyok háborodva. Most megkérjük, hogy ő becézzen minket, mert ezt szeretjük. Csak kíváncsi vagyok, hogy mit válaszol erre. Nézzük! De a cuncika szép. Köszi! Köszi! Örülök neki. Kérek szépen, én is becenevet Petra. Rögtön rávágtuk! Petrának hívnak. Hát ezért kell. Ugye sose tudod, hogy ki van a monitor másik oldalán, úgyhogy tényleg ne adjatok meg ilyen adatokat a neten, meg... Ezeket tényleg fenntartásokkal kell kezelni ezt az egészet. Úgyhogy veszélyes is tud lenni, ezért mondom. Na nézzük! Petra vagyok! Mit esett le az asztalra? Remélem valami jó becenevet ad nekünk ez a kis aranyos. És hogy azt mondják, hogy a nőkre kell sokat várni. Azt már itt ülünk egy órája, azt nem válaszol. Jó, hát nem válaszolt, új partner. Nézzük a következő versenyzőnket. Ki tudja elnyerni a szívemet? Köszönjük be! Ja, szia! Férfiaknak kell előre köszönni. Bocsi, csak kicsit rossz napom volt, és ideges vagyok. Nem is értem, mit keresek itt. Nem akarok itt lenni. Miért beszélgetek veled? Tudsz segíteni? Te lencse főzelékfejű. Ahogy ezek a videókban szerintem én magamat szórakoztatom. Miben? Jaj, ezt az exem... ...nek akartam írni. Hát, hol is kezdjem? Ma nem volt túl jó a munka. Képzeld el, hogy a főnök beszólogatott folyamatosan, és elegem van belőle. Úgy néz ki, mint egy borsófejű. Kilépett! Lehet, hogy ő volt a főnökünk. Nézzük a következőt. Hali, szia! Hogy hívnak? Köszönöm kérdésed. Enikő vagyok. Te? Emlékeztek a régebbi videókban, amikor háromszor dobta be ugyanazt az embert? Balázs! Nagyon tisztelet tudod, nem akarom megbántani. Már most rosszul érzem magam. Hány évesek vagyunk? 20. Te, Bazsikám. Bazsikám, hány éves vagy? Tényleg tudom, hogy páran szeretitek csak ezeket a videókat, de régen én nagyon szerettem ezeket csinálni. 21 vagyok. Na hát egy év az nem év. Egy év nem év. Ezt szokták mondani. Szereted a szerepjátékokat? Szoktam. Na már gondoltam, hát nem tartott sem eddig, mire rátérnek a 18 pluszra. Hát, hogy is mondjam. Utálom! Szóval nem. Nem igaz, hogy nem lehet normálisan beszélgetni. Neked is csak ezen jár az eszed, Balázs. Én csalódtam benned. Miért? Miért nem lehet veled normálisan beszélgetni? Másra nem jön ez az oldal. Dehogy nem. Elmondom a problémámat, és meghallgatsz. Nem hiszem el. Elegem van. Bazsi, bakker, neked is ennyi eszed van.
Engem nem érdekel a problémád. Na! Hát ez hihetetlen. Akkor kilépsz? Lépj ki. Tedd meg. Te Petre zselymes uborkás giliszta. Bazsi, jó, Bazsi van, nem leszünk barátok. Ezt nem hiszem el. Add ki. Ki is adom. Elegem van. Bazsi. Te állat. Bazsi szerintem csalódott, hogy nem szerepjátékozunk. Látjátok? Van, amit rögtön rátérnek. Nem is, ez nem változott az évek alatt ez az oldal. Ja, hát Bazsitól elköszönünk. Kiégetett minket. Hát, ha a következő normálisabb lesz. Szia, te normális vagy? Mert eddig akikkel beszélgettem, lehoztak az életről. Remélem nem Bazsit dobta be megint, mert akkor ki leszek borulva teljesen. Szeretném kihangsúlyozni, hogy ez a videó csak a nevetés miatt készül el. Szia! Mit jelent itt a normális? Először is, hogy hívnak és hány éves vagy? De mondjuk elhiszem. Na ez normális lesz. Én hiszek ebben a csávóban. Hiszek benne. Itt nem sok életkedvet kap az ember. Tök jó. De ezért járnak ide? Alpár vagyok, 36. Téged hogy hívnak? Ez nagyon érdekes. Én gyopár vagyok. 23. Mekkora véletlen. Ez nagyon durva. Most lehidaltam. Mitől véletlen és durva? Alpár plusz gyopár. Összeillik. Miről hidaltál? Ezek a beszélgetések egyre jobbak. Nem értékeli senki a szeretetemet, hogy olyan aranyosan irkálok. Ezt nem hiszem el. Valaki valljon már szerelmet. Miről hidaltál le? Hát tényleg ez az oldal, ez nem változik. Ez nem változik. 100 ember beszélget éppen. Nagyon durva. Tényleg csak saját felelősségre próbáljátok ki, mert itt nagyon érdekes emberek vannak. Igen, de erre nem is gondoltam volna. Na végre! Összeillik. Köszönöm szépen, Alpár. Köszönöm szépen. Igen, én sem. Milyen napod volt? Mit dolgozol? Kérdezzük meg, hogy mivel foglalkozik. Egész jó. Irodai meló. Nem túl izgalmas. Azt megértem. Nekem tök jó. Képzeld el, vettem 2 bitcoint. Várom, hogy jó legyen az üzlet. Nem vagyok túl csajos. Akkor gazdag vagy. Dehogy, csak évek óta befektetek. 2 bitcoin az mennyi most? Nem is tudom. Érdekes, mert hogyha férfit állítok be és nőket keresek, egyet se találok. De én, hogyha nőként férfit keresünk, rögtön. Szia. Hello. Nézzük a következő emberünket. Esélyes amúgy, hogy újra bedobja azokat az embereket. Most 100-ból azért van hozzá esély. Kérdezzé már valamit, bástya! Hát ne a nőnek kelljen már! Istenem. Ez a mai fiatalság kiakaszt. Hihetetlen vagy. Nem érdekelsz. Szia. Jöjjön a következő. Szia. Szia. Minden oké. Okay. Köszönöm szépen. Veled. Voltam országos gépíró versenyen, azért tudok ilyen jó vakon érni amúgy. Ez legalább értek egy kicsit. Na nézzük, hogy mit fog mondani a partnerünk. Nem sok unalom van, de amúgy itt is minden oké. És hogy hívnak? Kinga. Téged? Jaj, ez az M betű mindig. Szép neved van. Na végre egy úriember! Dávid! Nagyon jó, Dávid! Boldog névnapot. Azt hiszem, nemrég volt. Na, találtunk végre egy, akit befűzhetünk. Egy normális Dávidot. Dávid, te egy normális csávó vagy. Most volt Dávid, boldog névnapot a Dávidoknak. Hány éves vagyok? 23. Te? Aha, 30-án, köszönöm szép. 29 baj? Dehogy baj! 30... fölött már baj lenne, de pont beleférsz. És mit csinálsz egy ilyen oldalon? Itt sok az idétlen. Csodálom is, hogy te normális vagy. Az a baj, hogy ilyenkor mindig rosszul érzem magam. Dáviddal biztos, hogy jó párt alkotnánk, de nem lehet. Nem lehet. Én csak vagyok, mert uncsisztam. Na csá. Ja, leráztuk Dávidot, szegénynek összetörtük a szívét most. Hali! Szia! Hú, most nagyon... Na most úgy írkálok, mint régen MSN-en. Ú, emlékszik valaki? MSN-re? Fú, az az ablakrezgés, de földögöstet. Hány éves vagy? 18. Te? 18! Egy híján 20, ja? 2 híján. 23! Hogy vagy? Rosszul vagyok. Vagy fura így kezdeni? Dehogy. Ez alapkérdés. Miért vagy rosszul?
ezen az oldalon nem találok normális embereket. És értitek, én nem vagyok a normális. Már tízszerre bubuljunk. Aláírom, nehéz. Mint én. 113 kg vagyok. Nem hazudtam! Nem hazudtam! Oké. Okay. Oké. Okay. Nem érdekelt. Na! Jól van. Csak mondtam. Értem, hogy mit csináltál, csak azt, hogy mi volt vele a célod. Nem értem, mire gondolsz. Most mire gondol? Miért közölted velem azt, hogy 113 kg vagy? Szeretek nyílt lapokkal játszani, ha már ismerkedünk, de nem léptél ki, ezt értékelem. Köszönöm. Szia, te kis krumpli bogár. Írjál már! Krumpli bogár. Komolyan van ilyen, hogy krumpli bogár. Ezen ki vagyok? Gyerekkoromban láttam utoljára krumpli bogarat. Olyan furák. Hát akkor ennyi lett volna ez a videó. Bízom benne, hogy jól szórakoztatok. Tényleg nagyon rég volt ilyen videó. Megnéztem, hogy változott-e valami. Semmi nem változott az ég adta világon. Sok részt ki kell vágni, mert olyan irányba akarták itt a férfi állatok terelni a beszélgetést. Azt javaslom, hogy fenntartásokkal kezeljétek ezt az egész oldalt, mert nagyon csúnya dolgokat is tudnak írni itt az emberek, jó? És nem biztos, hogy mindenki csak poénból vagy jó szándékból, úgyhogy vigyázzatok, de ezt szerintem nektek nem kell elmondani, mert mindenki felelősségteljes internet használó, bízok benne. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, és jövünk majd a folytatással. Szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok!